Sziasztok! A mai videóban a giganttal fogunk foglalkozni, mert gondolom már látjátok, hogy például a főkereten is látszik, hogy elég nagy változásokon esett át, mivel nem olyan rég jöttek kockák, és hát egy csomó mindent át tudtam rajta alakítani, úgy ahogy akartam. Ugye először is a főkeret, az ugye szürke lett az alvázzal együtt, mivel világos szürké nekem nem tetszett, ezért átalakítottam így sötét szürkére. Végig, mind a két oldalán. Itt is, hogyha megnézitek. Illetve, gondolom ezt is ki lehetett már szúrni, hogy az elején is történtek változtatások, teljesen átalakítottam, mivel a régén túl sok volt itt oldalt a rés, mondjuk még most is van, meg erről is, de ezt hivatott kiküszöbölni ez a mostani változat. Ugye alul ez az oldalra épített alsó rész ez megmaradt, a lámpákat kicseréltem ilyen csempés lámpákra, illetve ugye az ablakokon esett, történt még változtatás, mivel ezek fejjel lefelé lettek berakva, és ezek itt ugye végig sajtok, nem tudom mennyire látszik, így látszódik, hogy azokat végig sajtok, és akkor így van meg a megfelelő szög a két egység között, ezekkel a sajtokkal. Ide pedig ezeket az egyszer egyes, itt látszik talán ennél, ilyen egyszer kettes szellőzőket raktam be, és akkor ezek itt elzárják itt ezt a háromszög alakú rést is. Mögöttük van még két egyszer nyolcas, hogy vastagabb legyen, és aztán ugye jön már a vezetőállás ablaka rögtön, az ajtó, és akkor úgy a mozdony belseje felé haladunk. Másik eleje is ugyanez. Ugye ezeknek a felfogatása, az egyszer nyolcasok felfogatása itt történik az ablak alatt. Ide van berakva két egyszer egyes oldalbütykös kék, ugye sarkonként kettő, azaz összesen 8. És akkor így néz ki az eleje. És ennek az új elejének köszönhetően még egy laposra alacsonyabb is tudott lenni most. Úgyhogy még a magasságából is tudtam kiszedni picit. Hát igazából ennyi is lenne ez a videó. Remélem tetszett. A legközelebbiben találkozunk. Sziasztok!